A középkori várak nagy részének megvan a maga sajátos atmoszférája. Ezek közt vannak, amik fontos és dicső múltra emlékeztetnek, de akadnak olyanok is, amelyek legendái a mai napig hátborzongató hatással vannak ránk. Pontosan ilyen a Csehországban található Hauska kastély is, amiről sokan úgy tartják, hogy a világ egyik legijesztőbb helye. Noha első látása nem ezt tükrözi a látvány, az itt tapasztalt jelenségek és a róla szóló történetek igazolhatják az állításokat. A legenda szerint a hauskai középkori erőd a pokol kapuja fölé épült. De vajon mennyire fedi ez a valóságot? Mi rejtőzik valójában a kastély gödrében? Az erőd a semmi közepén épült fel Prágától közel 50 kilométerre. Úgy tűnik nincs mit védjen és senkit sem kell megfélemlíteni vagy visszatartani. De akkor mégis miért pont oda épülhetett? Első ránézésre minden bizonnyal úgy tűnik, hogy ennek az erődnek a létezése rendellenes. A 13. században épült, II. Otto Kár cseh király megbízásából a Cseh Köztársaság egy elszigetelt régiójában a német határ közelében. Mérföldekre van a legközelebbi vízforrástól és várostól, vagy akár csak kereskedelmi útvonaltól. Nincs bizonyíték arra, hogy bárki otthona lett volna, sem arra, hogy stratégiailag jelentős szerepet töltött be. Nagyon sok furcsaság megfigyelhető az épülettel kapcsolatban. Az első ilyen például, hogy a kastély ablakai nem valódiak, hanem sokszor csak a fal található az üveg mögött. Másodszor pedig a kastély nincs megerősítve, nincsenek védelmi falai, nincs vízforrása, valamint konyhája sem, illetve a megépítése után sokáig nem is voltak lakói. Ez pedig egyenesen arra utal, bizonyos elméletek szerint, hogy a kastélyt nem a korszakban szokásos védelmi funkció miatt vagy lakóhelyként építették. Na de akkor mégis miért? Egyesek úgy vélik, hogy egy természetfeletti és bajós célt szolgált. Hogy ezt az úgynevezett pokolbejárati kastélyt nem arra tervezték, hogy távol tartsa a gonoszt, hanem hogy bent. A 13. század fordulóján a helyi lakosok furcsa eseményekről számoltak be Hauska sűrű erdőiben. Voltak mesék egy feneketlen gödörről és az onnan elő bújó szárnyas vadállatokról. A legenda szerint a helyi herceg, aki elhatározta, hogy eloszlatja a pokoli eseményekről szóló rémhíreket, megszervezte, hogy egy fiatal foglyot leeresszenek a lyukba, cserébe szabadon távozhatott. De az ereszkedés hosszú volt, hosszabb, mint bárki elképzelte. Aztán gyötrelmes sikoly hallatszott a mélyből. Amikor felhúzták, a fiatal férfi csak nem 30 évet öregedett. Annyira megzavarta az, aminek szemtanúja volt, hogy egy elmegyógyintézetbe került, rá 2 hétre pedig meg is halt. A herceg ennek következtében pedig intézkedett, és ez a lépés Hauska kastély felépítése volt közvetlenül a gödör tetején. Elzárni a bejáratot bármi is az, ami alatta volt. 1278-ban készült el az építmény, de ez csak a kezdet volt. Abban a hitben, hogy a legjobb védelmük a sötét ismeretlennel szemben Isten ereje volt, kápolnát építettek közvetlenül a Hauska kastély gödre fölé. Valójában Mihály arkangyalnak szentelték, akiről úgy tartják, hogy felállította Isten seregét Lucifer bukott angyalai ellen. Maga a kápolna szokatlan, a sátánra és a pogányságra való sok hivatkozás miatt. Például egy balkezes, félig nő, félig ló alak ábrázolása, amikor a balkezességet az ördög jelének tartották. A 30 éves háború alatt a kastélyt megszállták a svédek. Ezután egy Orontó nevű sötét mágia gyakorló rendezkedett ott be. Azt mondták, éjjel-nappal dolgozott, hogy felfedezzen egy elixírt az örök élethez. Nagyon különös fények és hangok hagyták el ez idő alatt a kastélyt. Ettől a helyiek annyira féltek, hogy felfogadtak 2 vadászt, akik behatoltak a kastélyba és meggyilkolták. Sötét lelke állítólag azóta is kísérti a folyosókat. A II. Világháború idején a nácik állítólag intenzív érdeklődést mutattak a Hauska kastély iránt, amely akkor az általuk megszállt Csehszlovákia része volt. Állítólag mindenféle okkult kísérletet végeztek a falak között. A helyiek itt is arról számoltak be, hogy éjszaka megmagyarázhatatlan fényeket láttak a kastélyból. Az ezekről az időkről nácik által készült feljegyzéseket a háború elpusztította, így nem tudni pontosan milyen kísérleteket végezhettek odabent.
Az erő története ma is árnyékot vet a kastélyra, és a történések folytatódnak. Az egyik odalátogató hallotta, hogy a kápolna alatti gödörből sikolyok kórusa hallatszott. Mások állítólag karmolásra emlékeztető hangokat hallottak. Ennek ellenére továbbra is látogatható az arra kíváncsiak számára. A kastély jelenleg József Simonek, a Skoda autógyártó egykori elnökének családja tulajdonában van már 1924-től, és nyitva áll a nagy közönség előtt 1999 óta. Ahogy mondtam is, nagyjából 50 kilométerre van Prágától északra. És egyébként nem a legkönnyebben elérhető hely, de talán mindenkinek ez a legjobb.